ez a gép már egészen más táj felett száll. Van egy nagy bátorságot igénylő férfias sport, amelynek mesterei csak felfelé vesznek igénybe légijárművet, lefelé már gyalog jönnek, pontosabban lebegnek. Tavaszt idéző mediterrán enyhesség fogadta 4 kontinens, 25 ország és több mint 200 versenyző nagy ejtőernyős küzdelmének résztvevőit. A versenyzők legjobbjai, elsősorban a Szovjetunió és az Egyesült Államok ejtőernyősei, egy korszerű találmány a szegletes, irányítható, úgynevezett paplanernyő segítségével hihetetlen pontossággal érték el a sok ezer méter magasságból kijelölt célt. Nem csak a levegőben,